keresem a kövit. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban magyar szerzős könyvmagyképzős könyvekről fogok beszélni. Ugyanis egy pár hónappal ezelőtt a könyvmagyképző tett ki egy ilyen megkeresés szerűséget, hogy szeretnék népszerűsíteni kicsit, vagy hát igen, népszerűsíteni a magyar szerzőiket, és ez egy ilyen Olvas Hazait nevezetű kis projekt volt náluk. És ennek keretében én bekértem tőlük két recenziós példányt magyar szerzős köteteket, nyilvánvalóan, amik, csak nyilván nem jó sorrendben raktam a könyveket, amik Szabó Krisztinától az utolsó, mindig azt mondom, az Ellopott kívánság, illetve a Csak mi ketten novellás kötet. És ebben a videóban ezekről a könyvekről szeretnék beszélni, illetve még két másik könyvről, amik szintén könyvmagyképzősek és magyar szerzősek. Úgyhogy csapjunk is bele! Kezdem az ellopott kívánsággal Szabó Krisztinától. Ezt is, meg a Csak mi kettent is Andi miatt szerettem volna elolvasni, ugyanis ő mondott nagyon-nagyon sok jó dolgot mindkét kötetről, és amikor befutott ez a megkeresés, akkor éreztem, hogy itt az alkalom, hogy akkor én is lecsapjak ezekre a könyvekre, hogy elolvashassam őket. Az Ellopott kívánság egy arab, vagy hát egy keleti ihletésű fantazi, romantikus fantazi, ez nagyon fontos, egy ifjúsági kötet ezen felül, ugye vöröspöttyös kiadói sorozatban jelent meg, és egyrészt imádom a borítóját, csodálatos, ezt minden videóban elmondom, amiben ezt a könyvet mutogatom. Ez egy csodálatos kötet volt belül is. Ugye romantikus fantaziról beszélünk, az alapfelvetése, vagy hát az alapkiinduló pontja a történetnek az, hogy követjük Aliát, aki egy tolvajként próbál túlélni, és őt, ne szaladjunk előre, és neki van varázsereje, ami egyébként csak a szultán családjának van ebben a világban, de neki is van, mégpedig gyógyító mágiája van, de igazából csak árnyékokat tud, tehát így árnyékolni tudja magát egyelőre azzal az erejével, nem tanította meg senki, hogyan használja jobban, és őt fölfogadja Ásmár, aki a szultán legkisebb fia, hogy lopják el a lámpást a palota kincstárából. A lámpást. Egy fontos lámpást. Szóval az a történetünk, hogy bár Alia annyira nem szeretne segíteni Ásmárnak, mert nem igazán bírja a szultánt, meg a családját, meg úgy mindenkit, végül is egy olyan lehetőséget kapna, amit nem tud visszautasítani, hogyha sikerül ez a rablás. És ezért elmegy Ásmárral a palotába, és akkor ők úgy fognak tenni, mintha szeretők, vagy hát igazából úgy viszi be Ásmár a palotába Aliát, mintha az ő szeretője, ágyasa lenne. Ez az alapkoncepció. Egy romantikus könyvről beszélünk. Szerintem nem spoiler, ha azt mondom, hogy Ásmár és Alia között egy egészen más viszony alakul ki, mint amit Alia gondol az elején, hogy lesz közöttük, és nagyon szerettem a két szereplő dinamikáját, meg ahogy ők működtek. Nagyon szerettem, az Enemies to Lovers köteteket, és ez jól volt, nagyon jól volt megírva, mert vannak olyan Enemies to Lovers ilyen történet vezetési módok, amiket nem szeretek ebben, nagyon-nagyon szerettem ezt a fajtát, mert nem volt benne az a tipikus dolog, ami szokott néha ilyen könyvekben előfordulni, hogy tudjátok, az egyik szereplő az általában narráló szereplő, az azt mondja, hogy hát ő már belezúgott a másik szereplőbe, de hát úristen, az biztos nem is azért viselkedik vele úgy, ahogy mert ő is belezúgott, hanem azért, mert ugye csak úgy tesznek, mintha ezt megkíméltettől ez a könyv engem, amiért irdatlan hálás vagyok. Illetve ahol abszolút eladta magát nekem, az a pont volt, ahol Ásmár vett egy lovat Aliának, mert meglátta és rágondolt tőle, ami szerintem egyértelmű jelzés volt mindenre. Nagy lóbolond vagyok, ennyivel nálam nyert ügye volt a kötetnek egyébként. Egy nagyon szép fekete pacit kapott Alia, és igen, én is elolvadtam volna egy ilyen gesztustól, szóval abszolút megértem, hogy ott mik történtek és miért. Úgyhogy nagyon szerettem ezt a könyvet, tényleg a romantikus szál az csodálatos volt, betömte kicsit azt az űrt, amit a Deva Bhatt trilógiában, ahogy mond, a romantikus szálnak a kicsi része
hagyott, mert abban nagyon kevés volt, és ugye nagyon, ugye az is keleti fantazi, abban is ilyen dzsinnes, szultán, fia, gyógyító, tolvaj, lány alapfelállás volt, és ezért ez nagyon jó volt így egymás után olvasva is, mert hogy ez meg abszolút a romantikus részt nagyon-nagyon hozta, és ami miatt még jár a csillagos ötös ennek a könyvnek, hogy ugye ifjúsági, de van benne, nincs benne konkrét explicit szex jelenet, de van benne egy darab, ami explicitebb, tehát elég egyértelműen tudja az ember, hogy ott mi fog történni, és az pont úgy volt ez a jelenet megírva, tehát én nem szeretem, ha belemegyünk ebbe a részletes, grafikus, leírjuk pontosan, mi történik aktus közben, és hogy milyen anatómiai lehetetlen pozíciókban, hanem itt így megvolt a felvezetés, el volt hintve, és aztán átugrottunk a következő napra, ahogyan azt kell. Szóval így kell megírni ahhoz, hogy én ne kapjak tőle cringe agybajt, tehát így volt ez tökéletes. Amit csinált ez a könyv, azt hihetetlenül jól csinálta, úgyhogy ezt a könyvet nagyon-nagyon tudom ajánlani, ha valaki egy romantikus fantazira vágyik, vagy akár keleti ihletésű fantazira, vagy csak arra, hogy jól érezze magát egy könyvaj alatt. A konfliktus is olyan volt benne, hogy abszolút érthető volt, nem a romantikus szál frontján volt valami bugyuta indok, hanem nyilván ugye volt egy mögöttes történet is, ami mindeközben tök jó ütemben bontakozott ki, úgyhogy 10/10 volt ez a könyv számomra. A másik kötet, tehát mint mondtam, a Csak mi ketten novellás kötet, amiben 16 ifjúsági novella van, részben pályázati novellák, részben már megjelent szerzők novellái. Nagyon-nagyon szerettem ezt a kötetet is, nagyon jó volt novellákat olvasni, egyre jobban szeretek novellás köteteket olvasni, mert nincs akkor elköteleződés az egész kötet mellett, mint mondjuk egy sok száz oldalas regény mellett, mert ugye itt ilyen 30 oldalas novellákról beszélünk, amik nyilván olyan, hogyha éppen kedvem volt egyet olvasni, felvettem, elolvastam, és utána letettem, és nem kellett feltétlenül mondjuk emlékeznem a világépítésre az egyikből, hogy tudjam olvasni a következőt. Hát abban a havi összegzésemben, amiben erről beszéltem, abból így elmondtam nagyjából, hogy mik voltak a kedvenceim, hol a novellák listája. Egyébként így vannak benne ilyen cetliém, amikre írogattam olvasás közben is, hogy melyikről így mit érdemes megígyezni, meg hogy milyenre értékelem, úgymond. Illetve vannak mindegyik előtt ilyen kis illusztrációk is, és megkeresem a tartalomjegyzéket, hogy ne kelljen azt néznetek 10 percen keresztül, hogy én próbálom megtalálni, hogy mi hol van. Szóval a tartalomjegyzékben csak a szerzők nevei vannak. Jó, akkor... akkor megyünk így. Igazából a legtöbb novellát nagyon-nagyon szerettem ebben a könyvben. Azt hiszem 4 vagy 4,5 csillagot adtam végérvényesen a kötetnek. Egy-két novella volt, ami nekem ilyen elment kategória, tehát így elolvastam, de különösebb érzelmeim nem voltak a novella kapcsán, de a legtöbb novellát nagyon szerettem, és voltak kifejezetten kiemelkedő novellák számomra, úgyhogy menjünk végig ezeken. Az első novella, ami már alapból nekem hatalmas kedvencem volt, az Kiarától volt, a Fillérnyi remény, csak közben lapoznom kell, ezzel fog elmenni a videó fele. Nagyon-nagyon szerettem ezt a novellát, mert egy ilyen anonim, csetelős, anonim levelezős tematika volt benne, ami nagyon cuki volt, és nagyon-nagyon szerettem, tehát az a kötet elején az a novella egyből így a kis lelkemnek nagyon-nagyon tetszett, és picit az a két szereplő között nincs nagy korkülönbség, csak abban a korban nagy az a korkülönbség, vagy tűnik nagyobbnak, de egyébként így nem volt vészes, meg azért szeretem az ilyeneket, mert amikor mondjuk már két szereplő régóta beszélget, és úgy jönnek rá, hogy amúgy az mindig olyan cuki. Nyilván ez egy olyan dolog, ami mondjuk a való életben azért veszélyes, de könyvekben általában jól működik, meg kedvesen működik. Tóth Esztertől az Igazi hangunk, ez egy rövidke novella volt, ugye alapvetően a novellás kötetben főként romantikus novellák vannak, de van egy csomó olyan novella is benne, ami a Csak mi ketten tematikába úgy tartozik bele, hogy nem romantikus kapcsolat van a két szereplő között, hanem valamilyen más módon fókuszálunk rájuk, mint az Igazi hangunkban, ugyanis ez egy ilyen fiúbandás tehetségkutatós novella, amiben két testvér kapcsolata a központi elem, és nagyon-nagyon aranyos volt ez a novella is, nagyon kis megható volt a végére.
és ugye Eszter a Könyves Egyszer egy csatorna üzemeltetője. Aztán Ecsédi Orsolyától, a lépésről lépésre, Ecsédi Orsolyától ugye pont nemrég olvastam a legújabb könyvét, és azt nagyon szerettem, úgyhogy ő volt az egyetlen szerző ebben a novellás kötetben, akitől már olvastam regényt a megjelent szerzők közül. Hozta ugyanazt a hangulatot, mint a regénye, ez a novella is. Egy ilyen kis scavenger huntnak hívtam én, nem tudom ennek pontosan mi lenne a magyar megfelelője. Az a lényeg, hogy a narrátorunk egyik nap egy könyvben talál egy üzenetet, ilyen könyveken keresztül, idézeteken keresztül kommunikál valakivel, és igazából próbálja kideríteni, hogy kivel, és akkor így üzengetnek folyamatosan a könyvtári könyvben, így becetliznek idézeteket, vagy az, hogy melyik sor, hanyadik oldalon, mettől, meddig, és nagyon, nagyon aranyos volt, és nagyon büszke voltam magamra, mert ráéreztem, hogy ki lesz a másik oldalán az üzeneteknek. Úgyhogy nagyon kis cuki volt ez is. Aztán Rácz Stefán Tibortól az első tánc, nem olvastam még Rácz Stefán Tibortól könyvet, jaj, de jó kimondani így a nevét sokszor egymás után. Ez a kötet ilyen, kicsit ilyen mexikói beütéssel rendelkezett. Kicsit ez is, kevésbé, ez sem igazán a romantikus kapcsolatra fókuszált rá, hanem a két szereplő közötti barátságra. LMBTQ téma is van benne, illetve egy jászfeldolgozás, mert a főszereplő édesanyja meghalt, és a novellában pont egy ilyen, hát hogyha ilyen mexikói hagyományokat nézünk, akkor egy ilyen fontos felnőtté válás szempontjából fontos esemény van a novella, mindig kötetet fogok mondani novella helyett, és ezen sajnos az anyukája szereplőnek nem tudott lenni. Szóval ilyen szempontból van benne erről is szó. Aztán Strinkó Rékától a Kell-e a matek a focihoz? Ezt a novellát is nagyon szerettem. Itt is inkább egy barátságra fókuszáltunk két szereplő között, a suli foci csapatának egyik szerep, vagy a suli foci csapatának egyik tagja, illetve egy matekból nagyon penge diák között. És ez is tartalmaz LMBTQ témát szintén, és nagyon szerettem, mert az azonos nevű barátságok is szerintem olyanok így könyvekben, hogy jó olyan barátságokat látni azonos nemű szereplők között is, amik ilyen kifejezetten jók, mármint hogy ilyen egészséges barátságok, akár női szereplők között, akár férfi szereplők között, úgyhogy nagyon jól esett ez a novella is a kis lelkemnek, és ez is nagyon aranyos volt. Ugye igazából a sztori az, hogy a focistát el kell kezdeni korepetálni matekból, hogy ne bukjon meg. Sereg Gittától az Egyszer majd táncolunk is egy annyira durván szívmelengető sztori volt, ezt is nagyon-nagyon-nagyon szerettem. Ilyen szalagavató környékén játszódunk. Az igazából a sztori, hogy a narrátorunk betegség miatt nem tudott részt venni a saját szalagavatóján, de egy ismerőse felkéri, hogy a saját szalagavatójukon az egyik srácnak nem lesz párja, és hogy táncolna-e vele. Innen kötődünk majd a címhez. Viszont a srácnak most egy ilyen elég nehezebb időszaka van, úgyhogy azért sincs párja, és igazából magában a novellában itt szép lassan a kis barátságuk, ahogy kialakul, meg ahogy így megismerik egymást, annyira cuki volt. Nagyon szerettem, hogy nem ez az instant szerelem dolog volt benne, mert én azt nem szerettem, hanem tényleg az volt, hogy heteken keresztül, ahogy próbáról-próbára haladt a sztori, ismerkedtek meg, és akkor így mindig egyre hosszabb sétákon mentek haza, hogy minél több időt együtt. Nagyon cuki volt ez a novella, és hát azért az a cím, hogy Egyszer majd táncolunk, mert nem lövöm le a poént a végéről, de a kis lelkem sírt itt, mármint hogy örömkönnyekben, de hogy értitek, nagyon aranyos volt. Azután a másik nagyon nagy kedvencem a Kiara novella mellett a Talpas Dorinától volt a Jégkirálynő, amiben szintén az volt a tematika, hogy már én nagyon szeretem, ha a szereplők már régóta ismerik egymást, és akkor kezd el a kapcsolatuk átalakulni, és tényleg nem ez az instant szerelem dolog van. A Jégkirálynőben az a felállás, hogy az osztályban van egy ilyen hagyomány, hogy mindig van valaki, aki egy kívánság teljesítő, meg van valaki, akinek a kívánságát teljesítik, és akkor ilyen két héten belül ki kell találni, hogy mi az a kívánság, amit év elején fölírnak és betesznek egy széfbe. Ami egy tök menő ilyen osztályépítő dolog szerintem, már ahol ugye ezt ki lehet vitelezni. És pont két olyan szereplő lesz kihúzva, akik hát régebben bírták egymást, most már egy konfliktus miatt nem,
és váltott szemszögű egyébként a narráció, úgyhogy ez az egészet egy kicsit meg is pékeli, és nagyon szerettem a folyamatot, ahogy újra jobban lesznek egymással. Nagyon, nagyon cuki volt, ez is imádtam. Ja, itt is büszke voltam magamra, hogy egyébként kitaláltam, hogy valószínűleg mi történhetett, és miért is alakult közöttük a konfliktus. Úgyhogy ez a top 3 kedvencem közül ez a másik. Ami még nagyon-nagyon aranyos volt, az Robert Katalintól a Szeretnél egy kis cicát, ami ez a tipikus első nagyon nagy crushod sztori, és hát annyira izgul a főszereplőnk, hogy pont születtek náluk kis cicák, és ez az első dolog, amit oda nyög a srácnak, hogy szeretnél egy kis cicát, és ebből indul, igazából erről szól a sztori. Úgyhogy kis cicák, azok összehozzák az embereket. Nálunk is vannak éppen kis cicák. Csak őket nem lehet sajnos megsimizni. Későn hozta őket elő az anyjuk. És az utolsó, ami szintén egy nagyon-nagyon nagy kedvencem volt ebben a kötetben, az Őszi Alice-tól a Rómeó és Júlia halál. Komolyan, igen, ebben a novellában van egy Rómeónk és egy Júliánk, és az a lényeg, hogy az ő szüleik barátnők, nagyon öribarik, viszont Rómeó és Júlia annyira nem bírják egymást, úgyhogy mindig megy ez a egymás cukkolása elég erősen, ami ugye ez az enemies to lovers életérzés szintén, viszont ez is az a fajta enemies to lovers, ami mellé nagyon be tudok állni, mert hogy tényleg nem ez a ki akarjuk nyírni egymást kaliberű, hanem csak tényleg ez a cukkoljuk egymást, és azért utáljuk egymást. És hát ugye szép lassan fordul az a kapcsolat közöttük is, hogy hát akkor lehet, hogy amúgy annyira nem is utáljuk egymást. Nagyon szerettem azt a novellát, így a kötet végére tökéletes lezárás volt számomra az a novella, mert ilyen nagyon magasan hagyta abba. Tehát ugye volt az elején is egy nagyon jó novella, amit imádtam, meg a végén is, és közben is volt egy csomó, amit nagyon-nagyon szerettem, úgyhogy így nagyon ki volt egyensúlyozva. Ez volt ez a két kötet, nagyon-nagyon szerettem, és nagyon örülök, hogy elolvastam őket, úgyhogy Andi ajánlásra betalált, és hát köszönöm a könyvmolképzőnek a köteteket innen is. És még két másik kötetről szeretnék beszélni, mert próbáltam, hogy akkor ne csak erről a kettőről legyen ebben a videóban szó, hanem még van két másik könyvem, és most már tudom mutatni a Leányrablás Budapesten, mert amúgy ezt a videót másodjára veszem föl. Mert nem tetszett elsőre. Böszörményi Gyulától a Leányrablás Budapesten egy olyan könyv, ami régóta volt várólistámon, és tavaly olvastam el, mert Evelinnel csináltuk ezt az egymás kedvencét olvassuk fajta videót, és akkor én a Leányrablás Budapestent választottam, amit akkor könyvtárból kölcsönöztem ki, most viszont megvettem, olyan használtam, hogy most már nekem is megvan, és a mamámnak is oda fogom adni, mert mindig zaklat minket, hogy adjunk neki könyvet olvasni. Ez ugye egy ilyen történelmi, romantikus történet, és én Böszörményi Gyulától ugyan olvastam a Gergőket, de nekem, vagy hát az első Gergőt, nekem az annyira nem tetszett, viszont ez annál inkább, úgyhogy ezért is vettem nyilvánvalóan meg. Igazából ebben még két szálon fut a történet, Milit követjük és a tesóját, de hogy a tesója az évekkel, pár évvel ezelőtt eltűnt, és Milli most följön Budapestre, és találkozik Ambrózi Báróval, és együtt nyomoznak, tehát ez egy krimi sorozat gyakorlatilag, és nagyon-nagyon szerettem, mikor olvastam ezt a könyvet, egyébként a vlogot ide be is fogom linkelni róla, vagy ahova megy a link oda. Úgyhogy szeretném is nagyon folytatni ezt a sorozatot, anyukám is olvasta, mikor én ezt olvastam anno, és mindig mondja, hogy mikor olvassuk a következő részt, mert szeretnénk olvasni, úgyhogy, és nagyon szép ez a könyv is. Nekem nagyon tetszenek az Ambrózi sorozatnak a borítói. És hát nagyon tetszik ez a 1800-as évek végi Budapest hangulat is benne. És a másik kötet még, a Szélesi Sándortól a Kincsem, ugye én nagy lóbolond vagyok, és amikor kijött a Kincsem film, akkor vettem meg azt hiszem ezt a könyvet. Nem feltétlenül volt legjobb élmény számomra, de azért, mert én a lóról szerettem volna olvasni. És bár úgy van ez a könyv, hogy fel van osztva, hogy az első fele a nőről szól, a másik fele a lóról, de a másik felében is a nőről van szó. Szóval, ez egyébként, tehát a Kincsem igaz története, azért is akartam, hogy az igaz sztorit olvassam, de hogy főleg ez a Kincsem tulajára és a szeretőjére, vagy hát a nőre, aki bejön neki, igen, azt akkoriban nem így mondták, arra fókuszál, de egyébként ez mind a 2800-as évek vége Budapest. Szóval megvan benne ez a lóversenyes téma, de nagyon kevés volt
az én mércémmel mérve benne a ló, ezért okozott nekem úgymond kicsit csalódást ez a könyv. Egyébként Szélesi Sándortól olvastam másik könyvet, az viszont tetszett, de ott nem arra készültem, hogy lovat kapok nagy mennyiségben. Hogyha én arra készülök, hogy lovat kapok nagy mennyiségben, és ez kiderül, hogy nem így van, akkor szomorú leszek. Már említettem, lóbolond vagyok. Úgyhogy ez az a négy könyv, ami nekem megvan, és olvastam, és könyvmaj képzős. És akkor ez lett volna ez az Olvas Hazait projekt a könyvmajképzőtől. Ezen kívül tudom, hogy sok más könyvmajképzős szerző is van. Igazából én is próbálok egyre jobban nyitni a magyar szerzők felé, mint látható, sőt egyébként pont most júniusban nagyon magyar szerzős hónapot is tartottam olvasás szempontjából, úgyhogy én is igyekszem azért minél több magyar szerzőt olvasni, hogy a magyar szerzőket is támogassuk, mert igenis vannak magyar szerzők között is nagy kincsek, tehát nem csak a külföldiek között lehet hatalmas kedvenceket találni, mert például szerintem nekem az Ellopott Kívánság idén szerepelni fog a kedvenc könyveim között. Még egyszer köszönöm a könyvmagképzőnek az Ellopott Kívánságot és a Csak mi kettent, és hát olvassunk magyar szerzőket is, mert őket is érdemes. Kommentben írjátok meg, hogy nektek melyik a kedvenc könyvmagképzős magyar szerzős könyvetek, vagy magyar szerzőtök, vagy könyveitek, akármi. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!